Na sziasztok srácok! Végre eBay tesztek! Végre megértük ezt is! Újra itt vagyunk! Ha. Ahogy a nagyjából már 3 hete talán beharangoztam nektek, hogy újra elindul az eBay tesztek sorozat, hát úgy nem lett belőle semmi, de mindegy, végre itt vagyunk, és elkezdjük! A mai napra, hát igazából most már a doboza nincs meg, egy Ulanzi MT11-es állványt hoztam nektek, egy ilyen mini tripodot. Igazából a doboza azért nincs, mert én most már ezt több mint 2 hónapja használom, ez még tavaly évvégén jött meg. Ő az én kis társam a mindennapokban, ez elég furán hangzott. Viszont ő az, amivel kinti videókat szoktam forgatni. Mennyibe kerül, miért, milyen, stb. Teszteljük. Magát ez az Ulanzi MT11-es kis tripodot, ezt azt hiszem 3 különböző felépítményben vehetitek meg. Az első külön csak maga a tripod, a második, hogy megveszitek hozzá a gömbfejet, a harmadik pedig egy GoPro tartóval ellátva érkezik. Mindenki döntsön belátásának megfelelően, hogy miért szeretne varázsolni. Mindenki döntsön belátásának megfelelően, hogy miért szeretne vásárolni. Ha van GoPro-d, vagy a közeljövőben valószínűleg, hogy lesz, akkor érdemes megvenni a GoPro felépítményest. Ha nincs, akkor szerintem igazából felesleges, és majd, hogyha esetleg lesz GoPro-t, majd akkor megveszed. Kezdjük el az elemzésével. Ugye ő flexibilis lábakkal rendelkezik, amiket alap esetben maximum így tudtok kinyitni, de mivel flexibilis, ezért úgy hajtogatjátok, ahogyan éppen szeretnétek, vagy ahova éppen szeretnétek fölhajtani. Igazából ilyen mindenféle kis torz, amorf formákra szét lehet hajtogatni. Majd, hogyha ez így nem kell, akkor szépen ki tudjátok egyenesíteni. Hát most így most nem a legegyenesebb, de most a videó kedvéért most nem fogom teljesen egyenesre visszahajtogatni. Szóval maga ez a kis mini tripod egész hasznos, egész könnyen be lehet állítani terepen, hogy éppen milyen szögben szeretnéd, hogyha leteszed. Nekem elsődlegesen az számított, hogy 2 kézzel meg tudjam fogni. Viszonylag könnyű, de van akkora súlya, hogy tudjon stabilizálni a kamerán. Szóval összességében nekem ez pont az a méret volt, ami tökéletesen megfelel az ilyen jellegű felhasználásra. Szóval az alsó része az eddig must have. Mint látható, van rajta egy standard állványmenet, ide akármit is bele tudtok rakni, várjál, mutatom. Szóval ebbe akár egy kis lámpát, egy mikrofont, egy akármit is bele tudtok rögzíteni, és akkor nem a gömbfejnek kell ezt a terhet cipelnie, és így már is még több, még sok oldalúbb lett az egész. Szóval, ja, az alja eddig tényleg must have. Maga a gömbfej egyébként meglepő, de egész strapabíró, szóval elég faszán fel lehet építkezni rá. Hol vagy? Szóval a mintaképekkel ellentétben nem csak telefont vagy egy kisebb fényképezőgépet bír el, hanem egész jó kis felépítményeket lehet rá pakolni, úgyhogy hogy a stabil. Szóval nem kell attól félni, hogy ezt így felrakod és egyszer csak fogja magát is nyek, hanem tényleg egész stabil darab. Jó, ez így most egy hülye példa, hogy csak egy M50 van rajta egy Rode Videomic Go-val. De a vágóképeken mindjárt láthatjátok, hogy milyen szinten lehet ezt még terhelni ahhoz, hogy elcsuklódjon. Terhelhetőségre én nagyjából egy olyat mondanék, hogy 2 kiló, talán 2-2,5 kilóig terhelhető. Ott már azért ott kezdenek előjönni a problémák. Szóval én felraktam rá a GH4-et, egy speedboostert, egy Sigma 2470 F2.8-at, a régi ágyút. Ezen rajta volt a mikrofon. És itt már azért ott érezni, hogy hát nem az igazi a gömbfej, de mondjuk úgy, hogy egy ekkorka állványnál szerintem ez belefér. Meg egyébként is le tudod venni az alját, szóval hogyha már ilyen szintű felépítményekkel szeretnél rohangálni, akkor veszel rá egy másik gömbfejet, egy nagyobb teherbírásút, és meg vagy oldva. Szóval én az hátránynak annyira nem is rónám fel neki, mert tényleg azért nem feltétlenül szokás már majdnem egy 1 kilós objektívet felrakni egy videós gépre.
vagy hát igazából szokás, de akkor viszont ezt nehezt használt hozzá. Amiért én mégis tudnám javasolni ezt a gömbfejet, hogy kezdő felhasználásra tökéletes, teljes mértékben használható. Láthatjátok, mindkét oldalra el tudjátok fektetni portré módban, mindkét oldalt van a gömbfejnek egy kivágása. Szóval portré módban akartok videózni mondjuk TikTokra, akkor meg tudjátok vele tenni. Elrejtve találhatunk rajta egy vízmértéket, amivel tudjuk állítani egy kicsit pontosabban, hogy milyen szinten van döntve a kameránk. Szerintem ez valamilyen szinten felesleges, mert a legtöbb telefonnal, fényképezőgéppel már tudtok vízszintet mérni. Azt szerintem pontosabb, mint ez, de mindenképpen örülünk, hogy van egy ilyenünk is. Mint láthatjátok, standard állványmenet, egy gumírozott talp van rajta, ami szerintem tök jó, mert nem fogja összekarcolni a gépeteknek az alját, gondoltak erre is. A csavar meghúzása egész könnyű, egy egész nagy recézett karikát kapunk be alá, amivel meg tudjuk húzni a csavart, szerintem ez kényelmesen használható, tök jó. És most jön a csavar az egészben, ami baromi jó és baromira tetszik, hogyha mondjuk éppenséggel telefonon akartok videózni, nem kell itt telefonos kütyüket rátenni, fogjátok, kinyitjátok, és ide beleteszitek a telefonotokat. Most mondjátok ezt, hogy ez nem über királyság. Nem gondoltam volna. Én egy hónapig úgy videóztam ezzel, hogy nem tudtam, hogy ennek van ilyen módja. Szóval ilyennel én még nem találkoztam, hogy ezt így nyitva még egy telefont is bele tudsz rakni, meg még akár, ne adj Isten, még lifeket itt a fényképezőgéped is, ha mondjuk éppen olyan perverzitásod van. Marra kényelmesen össze is tudjuk zárni, stabilan tart. Marra jó. Magát a gömbfejet egy elég egyszerű karral tudjuk oldani, teljesen kioldva. Elég könnyen jár, nem szorul. Ha meg megszorítjuk, akkor meg tényleg elég stabilan úgy el. Nagyjából, hogyha ezt a 2 kilót betartjuk, akkor igazából baromira jó sok oldalú kütyű, mindenkinek tudom javasolni a megvételét. De összegezzünk. Előny a viszonylag hosszú, flexibilis láb. Igazából tényleg mindenfele tudom nyitni. Előny a plusz állványmenet maga a lábrészben, ezzel tényleg elég sok mindent föl tudsz rá pakolni. Nekem maga a gömbfej is tetszik, én nem feltétlenül cserélném le, illetve maga az a tudat, hogyha rászorulsz, későbbiekben le tudod róla cserélni, de kezdő videósoknak, kezdő fotósoknak ilyen táskába valónak tökéletes. A felső része az én eldobom tőle az agyam kategória, az baromira jó. Nem tudom, egyszerűen nincs olyan része, amire én olyan negatívomat tudnék mondani. Talán annyi, hogy egy 1/2 kilóval lehetne jobb a teherbírása, hogy tényleg még sok oldalúbb legyen, de én ezt ezért az árérén ezt már elnézem neki. Baromira jó cucc. Marha jó. Nem gondoltam volna, hogy egy kínai tripodról így fogok áradozni, de ez a tényleg ez a must have kategória. Kellően kicsi ahhoz, hogy tényleg mondjuk a táskád oldalára felragd, és mindig ott legyen nálad. Kellően nagy ahhoz, hogy tudjál vele mondjuk videózni, vlogolni. Nem tudom, ezt nagyon jól eltalálták Kínában. Kommentbe várom a véleményeteket róla. Ti vennétek-e ilyet? Esetleg hiányoltok-e róla valamit? Tetszik, nem tetszik? Érveljetek! Várom a kommenteket. Ha tetszett ez a videó, nyugodtan dob rá egy lájkot, ha szeretnél még hasonló tartalmakat látni, iratkozz fel a csatornámra. Elméletileg pénteken találkozunk egy alapozóval. Ha arra nem vagy kíváncsi, akkor jövő héten jön talán egy új eBay-tesztek. Sziasztok!